Norvég sikere a Rally Európa bajnoki viadalon Miskolci öröm a magyarországos bajnoki futamot követően. Így összegezhető röviden a hazai rally sport nemrégiben véget ért ünnepi hétvégéje. Az első napon a magyar bajnokság utolsó előtti futamát teljesítette az Zempléni gyorsaságikon a mezőny, majd a második napon minden idők legerősebb mezőnye küzdött a Rally Hungarin az Európa bajnokság negyedik futamán. Kiegyensúlyozott és gyors versenyzésének köszönhetően a Hadik András Kertész Krisztián páros nyerte meg a Rally Hungary 2020 nevet viselő Nyíregyháza rallit. A versenyzőket rendkívüli nehézség elé állító zempléni gyorsaságig a vegyes útfelület az aszfalt-murva kombináció alaposan megrostálta a mezőnyt, sok páros menet közben feladni kényszerült a száguldást, vagy komoly hátrányt szedett össze a sokakat érintő defekt miatt. A korábbi magyar bajnok miskolci versenyző és társa már a második gyorsasági után az érre állt. Európa bajnokság volt a Nyíregyháza rally, de ugye együtt volt a magyar bajnoksággal megrendezve ez a verseny, és ugye mi beneveztünk az EB-be is, de alapvetően első nap inkább a magyar bajnokságot nézegettük, hogy ott hogy állunk, és annak megfelelően versenyeztünk. Gyakorlatilag a második gyorsságitól vezettük ezt a versenyt, és igazából arra figyeltünk, hogy a rivális ellenfeleink mit csinálnak, meg hogy autóznak. És amikor már gyakorlatilag mindenki kiesett a hátunk mögül, akkor már tudtuk, hogy vezetni fogjuk a bajnokságot, hogyha beérünk, és csak arra koncentráltunk, hogy nehogy valami hibát elkövessünk. Úgyhogy ez sikerült, úgyhogy alapvetően ennek nagyon örülünk. Az eddig elhangzottak mellett az is komoly nehézséget jelentett, hogy a párás ködös időjárás miatt csúszósak voltak az erdei szakaszok, így apróságok döntöttek csak a határokat folyamatosan feszegető párosok között. Ezeket a helyzeteket viszont mindenkinél jobban kezelte Hadik András és navigátor társa, és az övék volt a talán a legjobb autóbeállítás is. Szinte hiba nélküli versenyzésük miatt pedig az összetettben is az érre álltak a magyar bajnokságban. Ez a Nyíregyháza rally, ez egy nagyon nehéz verseny, tehát eleve a pályák is nagyon összetettek. Van, amikor aszfaltbeállításon murván is kell autóznunk, ez is egy alapvető nehézség, illetve a defektek szempontjából is ez azért, ugye egy aszfalt gumiabroncsa sokkal könnyebb, sokkal sérülékenyebb, ezért amikor a murván a köves talajon megyünk vele, azért ott benne van a veszély annak, hogy defektet fogunk kapni, úgyhogy nagyon sok összetevője van ennek a versenynek, és igazából az őszi időjárás is, mert tulajdonképpen hiába volt verseny előtt, már száraz idő, nem esett az eső, de azért az erdőben azért nyírkosak, nedvesek maradtak a pályák. Köd is volt néhol, az ugye leszállt az útra, úgyhogy csúszós volt gyakorlatilag majdnem az összes kanyar, úgyhogy ez egy nagyon nehéz verseny, és talán ezért volt az, hogy mindenki sokat hibázott. Szinte alaptétel a ralliban, hogy az hozhat sikert, ha rááll a gázpedálra az autóversenyző, majd a végén a célban leveszi a lábát a pedálról. De csak ez nem lehetett elég egy ilyen technikás pályán a versenygyőzelemhez. Attól függetlenül igen, hogy próbáljuk feszegetni a határokat, ezt azért mindenféleképpen ésszel próbáljuk megcsinálni. És hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ilyen körülmények között meg még jobban oda kell figyelnünk ezekre az apróságokra. Kanyar előtt sokkal jobban meg kell választani azt a sebességet, amivel nagy valószínűséggel bekanyarodunk, úgyhogy ez is egy nehéz dolog. Egyszer-kétszer voltak olyan szituációk, de tényleg csak ilyen minimális szinten, amikor kicsit jobban megcsúsztunk, mint amennyire kellett volna, de alapvetően minden rendben volt. Ehhez a remek eredményhez hozzátartozott egy kicsit a Jukubányai úton történt meglepő baleset. Ez talán még élesebbé, koncentráltabbá tette a páros produkcióját? Gyakorlatilag ilyenkor csak arra koncentrálunk, tehát nem nagyon gondolkozunk azon, hogy mi történt másfél hónappal ezelőtt, meg milyen balesetünk volt, csak az adott szituációra koncentrálunk, és csak azzal foglalkozunk, ami éppen előttünk van. Úgyhogy annak semmi köze nem volt hozzá. Talán annyiban volt, hogy ott, ami miatt volt ez a balesetünk, azt már azért kiköszörültük a csorbát az autón, illetve a beállításokon. Sokkal jobb autóval tudtunk rajtozálni ezen a versenyen, mint akár már az előzőn a Vertes rallyn is. És most is verseny végére még egy kicsit finomítottunk rajta, és szerintem most már tényleg ott járunk ezzel az autóval, ahol hogy már tényleg igazán gyorsan lehet vele autózni.
A verseny második napján pedig az Európa-bajnoki mezőnyben teljesített a miskolci páros. Érezhetően másabb volt ez a viadal a rajthoz állókkal, az extra körítéssel. Ez a verseny szerintem ez a magyar rally bajnokságnak a csúcspontja volt, tehát azért ez egy komoly verseny, ugye nemzetközi szintű, világszintű pilóták versenyeztek itt Nyíregyházán, úgyhogy ez tényleg nagyon jó dolog, ez én úgy gondolom, hogy jót tesz a magyar autósportnak is. Persze egyértelmű, hogy egy kicsit jobban fel van villanyozódva az ember egy ilyen szituációba, de alapvetően azért az észszerűség határain próbáltunk meg másnap is versenyezni. Ugye volt már egy balesetünk az idén Jukóbányán, és nem szerettük volna ezt megismételni. Állítgattuk az autót, csináltunk rajta egy-két apróságot, amitől én úgy gondolom, hogy még javult. Ilyenekkel foglalkoztunk, és természetesen próbáltunk minél lendületesebben autózni. A hazai pontvadászathoz tartozó verseny a Nyíregyháza rally megnyerésével pedig úgy kezdheti a szezonzárót Hadik András, hogy az élen áll az összetett pontversenyben. Sűrű a mezőny, nagyot kell mindenkinek kockáztatnia majd? Most úgy alakult, hogy azért van ilyen 11 pont vagy 10 pont előnyünk, és ez igazából itt most ez egy olyan szituáció, ugye 18-ban ott az utolsó gyorsági is számított, tehát ott mindent tényleg egy lapra kellett feltenni. Most azért ezzel a pontelőnyünkkel én úgy gondolom, hogy ha észre versenyzünk, akkor talán be tudjuk ezt osztani, de hogyha oda kerülünk, hogy a Mikulás Rallin vagy a Veszprém Rallin, most nem tudom, hogy pontosan hogy fogják hívni az utolsó versenyt, hogy rajthoz állunk, akkor ott is természetesen nem az lesz a cél, hogy óvatosan menjünk, hanem hogy minél jobb eredményt érjünk el, de azért oda fogunk arra figyelni, hogy nehogy valami hülyeséget csináljunk. A Veszprém Rally még szezonzáró eseményként hátra van, tehát az országos bajnokságból. Időközben pedig kiderült az is, hogy az említett viadal megrendezése nem csak terv, hanem vállalta a rendezői csoport a lebonyolítást. Így pedig a pályán dőlhet el az összetett bajnoki cím sorsa, aminek megszerzéséhez a Hadik kertészpáros áll a legközelebb.